Az árólapon, az első döntőben a 12 csapatot fölvonultató amatőröknél két bátorszékhez erősen köthető csapat a Fenyőkupa 36 éves történetében 7, illetve 8 addigi győzelemmel rendelkező fehérmezes Velorex és a fekete szerelésben pályára lépő Speed jutott. 4-1-re verték a fehéreket, a feketék az amatőr döntőben. Berúgtuk gyorsan az elején a helyzeteinket, ugye pikpak 2-0 volt egy 8-10 perc után. Onnantól kezdve egy picit tartanunk kellett, értelemszerűen ránk jöttek és tudtunk játszani. A profiknál is érvényesült a papírforma a sztárcsapatnak minősülő Gold Car hiányában is. A Kriszt Kft. Együttese volt a legegységesebb, a taktikailag a legfegyelmezettebb, és a lendülete is végig kitartott, ezért meglepetés győzelmet arattak a végén. Már úgy tűnt, hogy nem bír egymással a döntőben a nagyon fáradt két csapat, a Bolden Technika és a Kriszt, ám Csende Imre a szexádi UFC 2 csatára 3-4 perccel a vég előtt sokadik ballábasának egyike végül is utat talált a hálóba. Ezzel 6 év elteltével újra a Vizdál Zsolt dirigálta Kriszt Kft. Lett a megye legrangosabb, de mindenképpen a legnagyobb szabású téli teremtornájának, a Fenyőkupának az idei győztese.